Üdvözöllek! Bár valószínűleg nem egy túl gyakran előforduló probléma vagy feladat, de időnként azért előfordulhat, hogy valamilyen okból nagyobb vagy éppen kisebb méretű, úgymond mintafájlokra van nekünk szükségünk, akármilyen okból kifolyólag. Tehát például kellene nekünk egy 1 gigabájtos fájl, vagy egy több gigabájtos nagyméretű fájl, mert valamit például tesztelni szeretnénk, például a merevlemezünket szeretnénk tesztelni, hogy mennyire gyorsan tudunk másolni, vagy ugyanezt szeretnénk eljátszani úgy, hogy valakinek átküldjük, és kíváncsi vagyunk a sebességre, hogy milyen sebességgel tudjuk interneten keresztül átküldeni valakinek. És hát éppen nincsen kéznél egy nagyobb méretű fájl, vagy nem szeretnénk olyan fájlokat átküldeni, amelyek ténylegesen valamilyen valós fájlok, és nem szeretnénk másokkal azt megosztani. Hát ilyenkor jöhet jól egy olyan megoldás, egy olyan program, amivel néhány kattintással készíthetünk tulajdonképpen korlátlan méretű fájlokat. Ez a program itt található meg, és látható, hogy itt van a letöltés, vagy telepítővel, vagy telepítő nélkül, csak egy zip fájlt kell kitömöríteni ebben az esetben. Én most ezt választottam, le is töltöttem, ki is tömörítettem, sőt, már el is indítottam. Nem egy nagyon bonyolult programról van szó, mint az látható, itt át tudjuk váltani egy megabyte, vagy gigabyte, vagy éppen kilobyte, vagy esetleg byte. Hát most akkor egy gigabájtos fájlt szeretnék én készíteni. Itt van egy ilyen lehetőség, hogy véletlen fájl tartalom, de ez nem tömöríthető. Hogyha ezt nem jelöljük be, akkor szimpla txt fájlok jönnek létre, méghozzá ezen a helyen. Tehát cdump.txt, ezt a browserra kattintva meg lehet változtatni, de nekem most itt jó lesz. Create. Ez egy kis ideig eltarthat, vagy éppen több ideig. Rendben van, hát végzett is, oké. Okay. És akkor most ezt megnézzük. Ez itt van a C meghajtón. TXT-ként, tehát szöveges fájlként megnyitni nem nagyon javaslom, bár annak ellenére, hogy meg lehetne, hiszen valóban ez egy szöveges állomány, de valószínűleg a jegyzetöm az ettől lefagyna. Nem tartom valószínűleg, hogy egy gigabájtos fájlokat meg tud nyitni, de hát a gondolat próbáld meg. Na de a lényeg az, hogy innentől kezdve ezzel a fájllal bármit csinálhatunk, például át is másolhatnám. Meg is történt, vagy éppen interneten elküldhetném valakinek, tesztelve, hogy az adott program, amit felhasználunk, a fájlküldést az mennyire gyors, illetve hát természetesen magát az internet kapcsolatot is tudnánk ezzel tesztelni, vagy hát éppen akármilyen célra ezt fel lehetne használni. Persze kisebb fájlokat is tudunk készíteni, mondjuk 1 megabyte. Hát ez egy pillanat alatt elkészült. Most ezt felülírta az előzőt, mert ugyanazzal a névvel került létrehozásra ugyanott. Ha most ezt megnyitjuk, hát akkor ebben sok mindent nem látunk, de valójában, hogyha kijelölöm, akkor látható, hogy ebben, mint hogy a szóközök lennének, vagy valami hasonló karakter, amely attól függetlenül, hogy nem látható, a helyet még elfoglalja. Ezáltal növelve a fájl méretet, ami jelenleg csak 1 megabyte. Hát ezzel lehet így akkor generálgatni különféle méretű fájlokat, hogyha szükség van rá.